Az érettségiző osztályok egy-egy képviselője jegyzi be a teljes osztálynévsort a ballagó kapcsos könyvébe. A sötétbarna, bőrkötéses, részveretes sarkokkal és részcsattal ékesített impozáns kötet méltó emléket nyújt a ballagó diákoknak. Ugye most a második kapcsos könyv fog betelni, ami körülbelül 1000 oldalas. Ugye hál' Istennek kb. 20 középiskola van itt Nyíregyházán, és minden név, minden végzős név bekerül a kapcsos könyvbe. Ez azt hiszem, hogy most is, de a jövőben biztos, hogy egy nagy érték lesz, hiszen megőriz neveket, megőriz pályafutás kezdeteket, kiemel olyan diákokat, akik nagyon jó eredménnyel végeztek a különböző iskolákban és különböző iskolatípusokban. Ugye azért is csinálja a város, hogy egy nagyon díszes, merített papíros és nagyon nehéz könyvben írják be most a diákok a neveiket. Én azt hiszem, hogy ez adhat egy élményt is a számukra, abból a szempontból, hogy benne vannak egy olyan közösségben, amely több évre, évtizede visszamenőleg azért csak egyben tart valakit, hiszen de hogy én magam is, mindenki emlékszik arra, hogy hol végezte el a középiskolát, milyen volt a középiskolában az érettségie, és egy idő után lesz egy nosztalgiája azzal szemben, hogy milyenek is voltak ezek a középiskolás évek. A nappali tagozatosok számára az írásbeli érettségi vizsgák május 6-án hétfőn kezdődnek. A középiskolai ballagást hagyományosan az érettségi előtti utolsó héten szokták tartani, melyet mindig lázas készülődés előz meg. Az iskolát ugye minden évben feldíszítjük, általában virágokkal. Hagyománynak egyébként minden évben lufi teregettünk, de most idén kicsit változtatunk, mert szeretnénk odafigyelni a környezetre, úgyhogy ezt most idén elengedjük, helyette tarisznyát osztunk mindenkinek, amit megkapnak az udvaron ott az előadás alatt. Az első 2006-ban készült könyv már betelt. Az idejét, mely szintén a végéhez közelít, 2015-ben készítette el Nyíregyháza önkormányzata. Ulrich Attila beszédében elmondta, Nyíregyháza visszavárja fiataljait, hiszen nélkülük elképzelhetetlen lenne a jövő. Éppen ezért az a törekvésük, hogy lélekben és mentálisan is pluszt adjanak a végzős diákoknak.